Az, hogy a hobbi munkává és hivatássá válhat, megmutatkozik két óbecsei, Mirjana Doroszlovácski és Vanya Szubakov példáján is, akik pár hónappal ezelőtt úgy döntöttek, hogy a több éves irodai munkájukat felváltják, és kutyaápolással és kutyafodrászattal kezdtek foglalkozni. Kutyaszalont is nyitottak, és büszkén állítják, hogy azt csinálják, amit szeretnek, és mérhetetlenül élvezik munkájukat. Történetünk másfél évvel, jobban mondva, majdnem két évvel ezelőtt kezdődött, amikor hobbiból elkezdtük saját kutyáinkat nyírni, majd eldöntöttük, hogy a hobbit és a szeretetet munkává alakítjuk át. A szalon megnyitása előtt irodai munkát végeztünk. Én 11 évig dolgoztam a Soja Proteinben, Vanya pedig a Fitben, majd a Pigben. Eldöntöttük, hogy ez lesz a prioritásunk, azaz ez lesz az egyetlen és az alapmunkánk, amivel foglalkozunk. Beszélgető társnőnk elmondta, hogy eleinte kevesen hitték azt, hogy ők ketten olyan vállalkozást fejlesztenek ki, amelyből ma meg is tudnak élni. Azonban egyáltalán nem bánták meg döntésüket, hogy a szalon megnyitását és a szakmai képzés költségeit önerőből finanszírozták. Ellenkezőleg. A városban sétálva láttuk, hogy milyen sok házi kedvenc van, és engem elkápráztat az, hogy az emberek ilyen szinten gondoskodnak kutyáikról. Nem is gondoltuk a szalon megnyitásakor, hogy ennyi munkánk lesz. De mi nagyon élvezzük. Mi egyáltalán nem érezzük azt, hogy munkába megyünk, mint korábban, ugye, amikor még az irodában dolgoztunk. Úgyhogy ez tényleg egy kiváló variációja a kereseti lehetőségnek, a kutyákkal való játéknak és a kutya szeretetnek. Néha sok a munka, de mindent meg lehet oldani, ha valamit szeretsz és akarsz. Mirjana és Vanya úgy vélik, hogy a kutyusoknak rendezetteknek és tisztáknak kell lenniük, függetlenül attól, hogy hosszú vagy rövid szőrű állatokról van-e szó. Négylábú kis klienseiknek különféle szolgáltatást kínálnak. Fürtetést, nyírást, szárítást, körömvágást, fülszőrtelenítést. Leggyakrabban máltai selyemkutyákat, bisonokat, pudlikutyákat vagy törpes naucereket hoznak, de nagyobb kutyákat is szoktunk szépíteni, mint amilyenek a német juhászkutyák, az aranyretriverek vagy a bernáthegyi kutyák. És kezeljük a rövid szőrű állatokat is, mint amilyen a francia bulldog, a Jack Russell terrier. Napi szinten átlagosan 5 kutyát szépítenek, szombatonként többet is. A kezelések 1-2 órán át tartanak, a szolgáltatás típusától, a kutya méretétől és együttműködésétől függően. Ajánlatos, hogy a hosszú szőrű kutyák havonta egyszer vagy 2 hetente menjenek kezelésre, a higiéniai folyamatosság fenntartása érdekében. Vannak kutyatulajdonosok, akik havonta egyszer hozzák el kedvencüket fürdetésre, de van olyan is, aki 2 hetente, egyszer fürdetésre, majd pedig 2 hét múlva nyírásra. Azért fontos ez a rendszeresség, hogy a tulajdonosoknak is könnyebb legyen rendben tartaniuk a kutyust. Például a bison esetében a kutyaszőrét napi szinten kell fésülni és rendben tartani. A máltai selyemkutya esetében is ugyanígy kellene eljárni, mert egyébként összebogozódik a szőre, és amikor elhozzák nekünk és ki kell bogozni, hát az nagyon összetett feladat, mert a kutya idegessé válik, nyűszít a fájdalomtól, mert a kibogozás nagyon fájdalmas. Ez fizikailag nem egy könnyű munka. Ezen kívül nyugodtnak kell maradni, mert a kutyák megérzik az ember érzéseit, és ha idegesek vagyunk, akkor ők is idegessé válnak. Egy szóval nyugalomra van szükség és kellemes hangulatra ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjünk a kutyákon dolgozni. Vannak olyan esetek is, amikor a kutya agresszív. Ez szerencsére ritkán fordul elő. Ilyenkor ketten dolgozunk, egyikünk fogja a kutyát, a másik dolgozik rajta, majd felváltva cseréljük egymást, ha szükséges. Muszáj őt fogni, mivel mi semmilyen nyugtatószert nem használunk, sem altatószereket. Ha azonban gond adódna, itt van szemben velünk az állatorvosi rendelő. A tulajdonos aláírja a beleegyezését, és akkor mindent meg lehet csinálni. A kutyák rendszeres kezelésével és gondozásával számos betegség meggátolható, és meghosszabbítja a házi kedvenc életét. Ebben a szalonban szépítik az óbecsei, a bácsföldvári, a törökbecsei, a túrjai, a nádaljai, a szenttamási, a kumáni és a csúrogi kutyusokat. Klienseink a környező településekről jönnek hozzánk, mert sokan azelőtt Újvidékre vitték kedvenceiket, és ez nagy költséggel járt.
mert az üzemanyag mellett ki kellett fizetni a kezelést. Plusz még, hogy valamit megegyen vagy megigyon az ember, az is pénzbe kerül. És Újvidéken az ilyen kezelések sokkal drágábbak, mint nálunk. Úgyhogy körülbelül 40-50 euróba került a tulajdonosoknak az, hogy Újvidékre vitték a kedvenceiket. Ezt most nálunk kevesebb, mint 20 euróból meg tudják oldani. A kutyaszalon tulajdonosai azt tervezik, hogy az idei év végéig a kis kedvenceknek ruházati cikkeket, kozmetikát és személyi higiéniai szerszámokat is a kínálatukba iktassanak. És bár egyesek azt állítják, hogy ezt a munkát bárki csinálhatja, a legfontosabb előfeltétele mégis az állatok önzetlen szeretete és tisztelete, valamint a kutyapszichológia ismerete.